hogy a produkció izgalmas lesz, abban egészen biztos vagyok, arra gondolunk, hogy Tamás a magyar karmester generáció nagy öregje, és ezt a szó legjobb értelmében mondom. Ezzel szemben első opera rendezése Pányik Tamásnak, aki zenés darabot rendezett már. 23 éves, ha nem tévedek, és ehhez hozzáadunk egy street dance-es nőt, ebből még bármi lehet, úgy gondolom. Általános sztereotípia, hogy egy opera vagy egy barokk opera az poros, és ott kiállnak és énekelnek, ezt megpróbáljuk ledózerolni, lerombolni, és helyette egy nagyon mozgalmas, egy nagyon mai, egy nagyon friss Agrippinát csinálni, ami egy remélhetőleg rengeteg humorral és nagyon sok akcióval lesz megfűszerezve. Pál Tamással azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy minden elkészüljön, és rengeteget nevettünk, és rengeteget mókáztunk, miközben megszülettek konkrétan a szövegek. Hát ez a röpke 60 év, ami közöttünk van korban, ez nem számít semmit. Ugyanúgy beszélünk, mint hogyha, tehát ő teszi le nekem a telefont, hogy szia öreg! Pányik Tamás egy hihetetlen érzékeny és egy nagyon ambiciózus fiatalember, aki ugyanolyan tisztelettel és érdeklődéssel fordul az opera műfaj felé, mint amilyen én 83 éves hűsz öreg fejjel, és ez az, ami olyan módon megkönnyíti a kommunikációt, hogy sokkal egyszerűbb vele zordákra vergődni mindenben, mint egy hasonló korúval. Különlegessége ennek a darabnak az lesz, hogy nem csak lépés anyagában, sőt, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem lépés anyagában lesz izgalmas, mint ami rám nagyon jellemző, hanem az a kreativitás és az a humor irányába elinduló énekkari tagokkal és táncosokkal összevegyített valami, amiben majdnem fogjuk tudni megkülönböztetni, hogy ki a táncos és ki az énekkaros. Úgy jött össze ez a csapat, hál' Istennek, hogy egy fantasztikus hangulatban, egy nyugodt, harmonikus légkörben ezt így örömből megcsináljuk, ezt az Agrippinát.